Sziasztok! Újra itt vagyok, egy újabb videóval jelentkezem, vágjunk is bele, és ezúttal most hármat mutatok be, mert így döntöttem. Az első az Evil Within limitált kiadása. Most nézzétek meg, és egyébként nem tudom, látszik el, de ez 3D-s. Kurva jó, kurva jó. Várjatok csak, bontsuk is ki. Jaj! De nehezen akar ez megszűrni, úristen. De jó, hogy férfi vagyok. Itt a 3D-s kártya. Szerintem ez nagyon jó. Ez meg egy ilyen kis jegyzetfüzet. Hú, itt az a hülye kurva. Hú, de gyűlöltem ezt, úristen, hülye picsa. Aki játszott a játékkal, az tudja, hogy miért mondom ezt. Én megmondom őszintén, én ezt így megtartom, én ezekben nem fogok így írkálni, se a Black Flag-nél, se ennél, mert nem azért vettem meg. Ez meg maga a játék. Szerintem ez a játék, ez, ha úgy, tényleg, hogyha úgy veszük, ez forradalmat keltett ez a játék. Ezt komolyan mondom nektek. Mert igazából ezt ugyanazt csináltak, hogy a régen a Resident Evil 4-et, meg nem sokan ismerik azt a játékot Xbox-ra, de a Shadows of the Damned az is ilyen nagyon elborult beteg, mint mondjuk, mint a Dante's Inferno, csak a játékmenete volt olyan, mint a Resident Evil 4-nek. Azt is ugyanez az ember csinálta, és ez az ember ez visszahozta a horrort, tehát feltámasztotta a horrort. Ennek nagyon jó a története, tehát a játék felé igaz se tudott, hogy ez most mi a franc, de amúgy lehet sejteni, hogy ez mi a fene, de nem mondok semmit, mert itt tényleg nem szabad spoilerezni. De ezt mindenkinek ajánlom, tényleg ez egy olyan játék, amit nem lehet elfelejteni. Nagyon jó, de még így Xboxon is nagyon jó a grafikája, tényleg nagyon eszméletlen játék, szóval csak ajánlani tudom. Következő Darkness 2. És ez is a limitált kiadás. És egyébként nem, ez is 3D-s. Nem tudom, hogy látszik-e valamennyire. Én egyszerűen megmondom nektek őszintén, én az első Darkness-t nem szeretem. Az is megvan Xboxon. Az egy nagyon unalmas és gyenge játék volt. Mert egyébként azt tudni kell, hogy ez egy képregény adaptáció. Ezt sokan nem is tudják, sőt azt sem tudják, hogy a Dead Space például egy képregény adaptáció, de pedig ez az. Sőt, igen, van benne egy poszter, és itt van, hogy le lehet szedni online az izét, képregényt. Ez nem tudom, hogy ez két epizód szerintem. Nagyon szeretem ezt a játékot, nagyon szeretem. Ez a második rész, ez az ellenkezője az egynek. Ennek a története nem annyira jó, vagyis hülyeséget beszélek, hát amikor kórházban vagyunk, és nem tudjuk eldönteni, hogy most tényleg őrültek vagyunk-e, vagy pedig a sötétség szórakozik a fejünkkel. Hát ez valami fantasztikus, és mai napig nem tudom, hogy most mi tényleg bolondok voltunk. Tehát igazából, na, nem... Nem mondok semmit tényleg, mert ez az a játék, amit végig kell vinni. De komolyan. Hát gyerekek, ezt lehet, hogy nem fogom tudni kinyitni. Jó, nem érdekel. Jaj, az anyádat már, hát... Azt a micsoda poszter, igen. És neked van ez a két kígyód, és ezekkel kell gyilkolászni. Az autónak ki tudod tépni az ajtaját, és akkor ketté hasítod vele az ellenfelet. Nagyon brutális, meg a szíveket kell benne enni. Csak ajánlani tudom, és már nagyon várom a harmadik részt, mert nagyon ilyen folytatásos szaga van a játéknak. Én az első részét meg nem szeretem, tényleg nagyon gyenge. De viszont ugyanaz a csávó szinkronizálja a sötétséget, és ennek az embernek nagyon-nagyon jó hangja van szerintem. Majd, hogyha játszottok vele, akkor nézi, akkor ott hallgassátok meg. A következő a Witcher 2. Ez például magyar felirattal került Xboxra. Én nagyon szeretem a Witchereket, az első részt, vagy háromszor végigvittem, mondjuk ez csak egyszer. De
és most játszok a harmadik résszel. És egyszerűen szerintem komolyan mondom, gyerekek, ha ebből nem készül film, akkor nem tudom, hogy mi kell, hogy film készüljön. Hogyha Assassin's Creed-ból film készül, ebből miért nem? Ez a kis kalandkönyv leírás, stb. Nézzünk bele. Itt van egy térkép. Azt nézem, hogy mi a fene ez. Játéklemez 1, játéklemez 2. És a játék zenéje. Tehát még egy soundtrack CD-t is kapunk, és érdekes, hogy PS4-hez is magyar felirattal van, és ahhoz is kapta egy soundtracket. Sőt, az első rész is egy olyan kiadás volt PC-re, hogy ott is bónuszlemez, mit tudom én, tehát le a kalappal tényleg, hogy a Witcher ilyen gyönyörű kiadásokat kapott nálunk, mert szerintem ennél volt még egy nagyobb kiadás is, amihez van egy nyaklánc. Tehát nekem kell egy ilyen nyaklánc, komolyan én le nem venném magamról. Nézzük meg ezt a térképet is. Így van, Redania, Vizima. Na mindegy. Ebből úgyse sokat lehet látni szerintem. De szerintem a Witchert azt mindenki ismeri. De érdekes, hogy ezt, hogy ezt nem adták ki PS3-ra. Én úgy tudom, hogy csak PC, meg Xbox 360. És igazából valahol a folytatása is, tehát amikor megölik első részbe, most meg akarják ölni Foltest Cry-t, az is egy Witcher volt, ebben meg egy másik Witcher gyilkolja a királyokat, és akkor Foltest királyt is kinyírja, és azt hiszik, hogy Geralt ölte meg, ezért börtönbe csukják, és akkor meg kell szökni a börtönből, utána kell járni, hogy ki ez a Witcher, aki megölte, miért ölte meg, blablabla. Bla, bla. A három meg ezeknek a folytatása, és a háromban van egy olyan rész, ahol a második részből kell válaszolni egy pár kérdésre, és akkor a három történései úgy lesznek. Tehát, hogy megölted ezt az embert, vagy nem, és akkor az vagy szerepelni fog a háromba, vagy nem. Tehát nagyon jól össze van rakva. Tehát remélem, hogy lehet érteni, hogy mit akarok ezzel mondani. Ilyen volt a Mass Effect-be is egyébként, mert a mentéseket nem lehetett így áthozni Xbox-ról, tehát, és így megoldották le a kalappal. Na ez egy nagyon jó, hogy most te kit választottál a játékba, mert hogyha két, tehát vagy a Skojatelekből választod az embert, vagy a Rósot, Rócs, vagy hogy a faszomba kell hívni azt a turbános köcsögöt, akkor úgy folytatódik a történet, és teljesen másik helyszín lesz a játékban. Szóval nagyon jól össze van ez rakva. Tényleg le a kalappal. És még magyarul felirattal is van, még meg is érted a történetet. De csak az a baj, hogy ez a kettő, ez nem open world. Már az első se volt nagyon az, csak az ilyen kezdetleges open world volt. És ebben az egyből meg a kettőből összegyúrták a harmadikat. A harcrendszer az ugyanaz a kettőnek, mint a háromnak. Na mindegy, igazából, hogy rohadtul belementem a játékba, de ezt a kiadást is ajánlom. Aki szereti a Witchereket, aki nagy rajongója, az tényleg szerezze be. Már csak a magyar felirat miatt is. Szóval én ajánlom a Darkness 2-t is, ajánlom az Evil Within-t, mert szerintem azt már mindenki végigvitte, azt már mindenki azt várta. Úgyhogy ennyi lettem volna igazából. Én mind a hármat ajánlom. A Darknessnek az első részét nem ajánlom, pedig az sokan sokkal jobban szeretik. De a kettő az sokkal brutálisabb, jobb a grafikája. Nagyon beteg, elborult egy játék. Hát. Na jó van, sziasztok. Majd még jelentkezek valamikor.